Kedves nézőink, üdvözlöm Önöket, ez a 35 perc a Kölcsei Televízió közéleti műsora. Egy hónappal ezelőtt fogadta el Nyíregyháza közgyűlése a város 2024-es költségvetését. Az idei évre tervezett főösszeg minden eddiginél nagyobb, valamivel több mint 145 milliárd forint. A vármegye székhelye mindeközben folyamatosak a fejlesztések az ipar, a közlekedési infrastruktúra és a sport terén egyaránt, és közeleg a júniusi önkormányzati választás is, úgyhogy van miről beszélni. Vendégünk a stúdióban Kovács Ferenc Nyíregyháza polgármestere. Jó estét kívánok, polgármester úr! Beszéljünk akkor elsőként, mint ahogyan a felvezetőben elhangzott, a költségvetésről is, ami ugye hát a közlés szerint rekord összeg, tehát rekord magas, 145 milliárd, több mint 145 milliárd. Hogy sikerült ezt összehozni? Minek köszönhető mindez? Rengeteg minden van e mögött, igazából az elmúlt 13 év, ami ugye azzal kezdődött, hogy az első két év csődmenedzselés volt, viszont 13 után már egy költségvetésünk sem tartalmazott hiányt, korábban ez nem így volt, és gyakorlatilag elértük azt is, hogy most az elmúlt évben a még meglévő, egyébként kedvezményes hiteleinket is visszafizettünk, és nincs semmilyen kifizetetlen számla, tehát szállítói tartozás sincs. Na most ez azért érdekes, mert ez 2010-ben 25 milliárd körül összeget jelentett, egy alig több mint 31 milliárdos mérlegfőösszegű költségvetéshez. Ebben a ciklusban minden évben rekordot döntöttünk, tehát a főösszeg mindig nőtt. Tehát ennek a ciklusnak, ami ugye rendkívüli nehézséggel bír, mert ha visszaemlékszünk, 19 novemberben volt az alakuló közgyűlésünk, 2020 márciusban már Covid járvány volt, utána jött a háború, az energiaválság, nagyon sok minden nehezítette az önkormányzat működését, de én azt gondolom, hogy az egész rendszerünk biztonságos, stabil működését, ami az elsőrendű feladatunk volt, sikerült teljesíteni, és emellett a fejlesztések sem álltak le. Egy apró kiegészítés hagyd tegyek, nem csak közlekedés, nem is sport, hanem például a jégkorszak, ami egy állatparki turisztikai, olyan egyedülálló attrakció, ami Európában nincs, és hát ez több mint 12 milliárdos összegű beruházás jelent. Ez is folyik, és májusban pünkös táján terveink szerint meg is tudjuk nyitni a jégkorszakot is. De minek köszönhető mindez, hogy akkor ilyen jól áll a költségvetés? Hát annak a gazdálkodásnak, és én azt gondolom annak a mentalitásnak is, ami jellemezte az elmúlt 13 évet, nagyon átgondolt, megalapozott, több szempontból előzetesen elemzett minden évünk. Tehát, és itt ugye a fejlesztésre gondolunk elsősorban, arra is igaz természetesen, de azért ezt a rendszert működtetni kell. És van egy ilyen most már Nyíregyházán igen hangsúlyosan jelenlévő új elem, hogy annyi sok mindent építettünk, annyi sok beruházást befejeztünk a sporttól, a kultúrán át, az összes óvodát, stb., ami új működtetési, fenntartási feladatokat is jelent, új költséget is, korábban nem volt jégpálya, nem volt uszoda, nem volt atlétikai centrum, csak mondjak egy példát, de a sok minden más sem volt a kultúra területén sem például, és hát ezeknek a fenntartási költségét is vállalnunk kell, de ehhez természetesen az is hozzájárul, hogy az adóbevételünk is folyamatosan nőtt, tehát 7,1 milliárd volt 2010-ben, tavaly 18,5 milliárd, és hát ez az adóbevétel, saját bevétel növekedés a mozgásteret is bővíti, és fedezetet nyújt a működtetésre is. Elsősorban a működtetésre, mert fejleszteni akkor tudunk, hogyha a meglévő rendszerünk stabilan működik. Hát részben ezek alapján már válaszolt rá, de én azért kíváncsi lennék, hogy miért jó ez végül is a nyíregyházi állampolgárnak, hogy akkor ilyen jó a költségvetés, tehát mi az, ami plusz mozgástér esetleg a város az önkormányzat életében, amit érezhetnek a városlakók is. Igen, hát ugye azt mondta egy régi éres hadvezér, Monte Cuccoli, hogy a háború az pénz, pénz, pénz kell. Na most az a helyzet, hogy egy város működtetéséhez is pénz, pénz, pénz kell, és a fejlesztésekhez is. Tehát mit éreztetett egy átlag nyíregyházi? Azt, hogy nyugodtan elviheti az óvodába, bölcsődébe, iskolába a gyerekeket,
minden rendben lesz, nem fog befújni a szél. Emlékszem, a mi gyerekeink a BEM iskolába jártak, be voltak szegezve az ablakok, mert nem lehetett lehúzni, féltek, hogy kiesnek a gyerekek. Nem voltak kifizetve számlák, mondjuk ez nem volt olyan látványos, de hát rengeteg problémá volt, most nincs semmi, hanem azt láthatja, hogy az iskolákban épült a tornatermek, 18 tornaterem megújult, ott vannak az udvarokon a focipályák, a műfűves és egyéb, van röplabda, van kézilabda, kosárlabda pályát, ez nem volt, de érezheti, ha végigmegy a városon, hogy mennyi út megépült, erről külön egy órát tudnék beszélni, hogy a nagyforgalmú utakat felújítottuk, a nagykörutat ugye bezártuk 40 év után, rengeteg földutat le tudtunk aszfaltozni, járdákat építettünk, újítottunk meg, és kerékpárút hálózatok 80 kilométer lett. Ez mondjuk elég látványos. Látványos az, hogy vannak, amit korábbi ígérgetéseknél mindenki várt, aztán semmi nem történt, talán már legyintett is. Jégpálya, amit ugye a 80-as években téglai jegyeket szedtek az emberektől, az úszoda, amit évtizedekig ígérgettek. Az atlétikai centrum helyén egy NVSC romhalmaz volt, egy rozsdatemető, és hát ugye most egyébként a stadion is teljesen vállalható lesz, nem sokára be is fejeződik. Ha Sóstóra kimegyünk, ha a Bújtosi tóhoz kimegyünk, most már mondhatjuk, hogy Bújtosi Városliget, most már mondhatjuk, hogy kulturális tegyedünk van, mert egy olyan szabadtéri színpadunk van, megújultak a tér körüli épületek, egyedül már a József András Múzeum beruházása van hátra, ugye az EU forrásokra várunk, a tervek elkészültek, és hát a szabadtéri kondiparktól kezdve azt gondolom, hogy nagyon sok minden látványos, de a legfontosabb még azt gondolom nem látványos, ami az egész ciklusnak a prioritása, a munkahelyteremtő beruházások. Ugye azt mondtam akkor 2019-ben, hogy az a célunk, az az első számú prioritás a jövőnk érdekében, hogy a fiatalok itt tudjanak családot alapvetően, itt tervezhessék az életüket, hogy ne ez az iszonyatos elvándorlás ne sújtsa a várost. Ennek egy módja van, két dolog kell, ugye munkahely és lakatás, az első a munkahely, tehát színvonalas munkahelyteremtő beruházásokat kell az önkormányzatnak elérnie, megvalósítania, ez pedig az ipari park fejlesztéssel történhet elsősorban. Na, hát beszéljünk akkor a déli ipari park fejlesztéséről, hát eléggé hatalmasak a számok, 192 milliárd forintból valósul meg a déli Igen, ipari ezek park. Olyan nagyságrendek és olyan dolgok, amik Nyíregyházán elképzelhetetlenek voltak. Megjegyzem még 10 évvel ezelőtt saját magam számára is. Ugye én az üzleti életben dolgoztam, mielőtt polgármester lettem, és onnan azt gondoltam, hogy ez a városnak a legfontosabb, a jövő szempontjában a legfontosabb területe. Másrészt azt gondoltam, hogy én ehhez értek talán a legjobban, de nem tudtam ezt elindítani, mert jött a csődmenedzselés, végigjártam a bölcsödéket, tovodákat, szociális, miket láttam, tehát ott nem lehetett. Tehát olyan prompt, sürgős feladatok voltak, évtizedes elmaradások, amiket előre kellett vegyük, és utána jöhetett. Tehát volt itt egy 127 hektáros ipari parknak vállalhatóan egy bizonyos szint fölött nem mondható ipari park, ehhez most 640 hektárt vettünk, amiből már eladtunk több mint 220 hektárt, gyakorlatilag 5 nagyon, nagyon komoly beruházás folyik az ipari parkban, ugye színvonalas munkahelyeket, színvonalas beruházók, befektetők kellenek, ez megvan, és hát folyik az ipari park infrastruktúrájának a kiépítése. Ehhez kaptunk a kormánytól 192 milliárd forintot, soha nem volt ilyen nagyságrend, tehát ennek a 10%-a sem volt Nyíregyházán. Bocsánat, tehát most össze lehet hasonlítani, szó volt a Nyíregyháza költségvetéséről, ami 145 milliárd egy évre. Igen. Mondjuk ez a 192 milliárd, ez nem csak egy évre szól, tehát három ütembe terveztük meg az ipari park infrastruktúrának a kiépítését, amire már most égetően szükség van, mert a cégek is végzik a beruházásaikat, tehát egy iszonyú feszes és komplex feladatot jelent ez. Az első ütemben a kivitelezés február közepén kezdődött,
Ez azt jelenti, hogy lesz 14 kilométer belső úthálózat képítés, lesz 10 kilométer kerékpárút, a csapadékvíz, a szennyvíz, a villanyáramnak alállomás épül, a gáz, tehát minden szükséges informatikát is beleértve, minden szükséges infrastruktúra kiépítése, és lesz például 182 kamera, tehát egy ilyen biztonságot jelentő térfigyelő kamera rendszer. És ez csak az első ütem, tehát ez 33 milliárd körüli összeg, de folyik a tervezés, és elkészülnek a tervek november végén a második ütemnek, amit szeretnénk télen kiírni, hogy jövő tavasszal már folyamatossá válva a fejlesztés, indulhasson a második ütem, és a harmadik ütem is jövő első fél évben a tervezési szinten lezárul, tehát ez gyakorlatilag ez 2026-ra lesz kész. Említette, hogy ugye akkor 220 hektár van eddig lefoglalva, vagy eladva, tehát akkor ez azt jelenti, hogy még hány cég fér el a déli-ipari parkba? Ezt nehéz megmondani, mert ugye ennek az úthálózatnak, ennek is van területigénye, tehát ez több tíz hektár, mert egy közmű udvar tervezünk, központi monitoring rendszert a környezetvédelmi szabályok betartatására, és hát ugye attól is függ, hogy milyen, most is vannak tárgyalásaink, hogy ki milyen igényel jelentkezik. Van, aki 7 hektárral, most van egy olyan tárgyalásunk, ami valószínűleg heteken belül lezárul egy 7 hektáros területre, de van olyan, ami, ahol 80 hektár szerepel. És hát ugye az a nagyszerű ebben az ipari parkban, több komoly előnye van, hogy ugye ez az autópálya mellett van, az iparvágány mellett, a négyes mellett, nem véletlenül mondom ezeket, mert autópálya letérők fognak épülni, iparvágány fejlesztés, tervezése megkezdődött, és egyébként a négyesnek a kétszer-kétsávos kiépítése Nyíregyház-Debrecen közszintén már több mint egy éve tervezői szakban van, és ez nem fogja érinteni a város közlekedését. Ehhez viszont egy fontos elem kell, tehát a közlekedési infrastruktúra fejlesztésbe tovább kell mennünk. Szintén folyik a tervezése a külső körgyűrű bezárásának. Ugye ez most már Nyírszőlőstől Nyírtoráig terjedő, kb. 17 kilométert jelent, 43,5 kilométer már megvan. Beszéljünk egy olyan dologról is, ami eléggé foglalkoztatja Nyíregyháza lakosságát, hogyha ilyen beruházásokról van szó, ez pedig természetesen a környezetvédelem. A város lakói hogyan nyugodhatnak meg, hogy nem szennyezik ezek a beruházások a levegőt, a talajt, a vízkészletet? Hát erről folyamatosan tájékoztatást adok, éppen ezért, hogy ilyen politikai ferdítések, rosszindulatosság miatti valótlanságok ne érjék el az embereket, ezt nem tudjuk megakadályozni, ne induljanak ilyenek, vannak most is. Ezért a nyíregyházi naplóban folyamatos, azt hiszem ebben az évben minden számban jelent meg valami. Megszólaltattuk a kivitelezőket, a tervezőket, az Akkuszövetség elnökét, a környezetvédelmi szakembereket, és nagyon sok, tehát nem csak mi beszélünk ezekről. Úgyhogy abból kirajzolódik, hogy a mi ipari park fejlesztésünk teljesen egyedi. Egyrészt mi végeztünk egy alapfelmérést, több mint 160 mérési pontot még két évvel ezelőtt, tehát két évvel ezelőtt júniusra készültek el ezek, ahol van egy induló bázisunk. Ugye sok helyen nincs, ezért lehet mondani, hogy ó, már a beruházás szennyezte. Nálunk már nem lehet, mert ugye van egy diagnózisunk. Ezt követően a legszigorúbb feltételeket fogadtattuk el, és vállalták ezek a beruházók. Ennek viszont a garanciális elemére is gondoltunk, kiépítünk egy központi monitoring rendszert, ami a levegő, víz, talaj, minden szennyezettségi faktort vizsgál majd. Ehhez most keresünk egy olyan szakmai üzemeltetőt, aki ilyen magas szinten fogja tudni ezt számunkra segíteni. Gyakorlatilag mérési pontokat fogadtattunk el, minden beruházási területet mi fogunk mérni, és ezeket az adatokat közzé tesszük mindenki számára elérhető módon az interneten. Tehát bárki meg tudja nézni, hogy az a beruházás milyen céget
milyen működtetést jelentett, és ez mennyire károsítja a környezetet. Tehát egyrészt van egy sokkal-sokkal szigorúbb, tehát az országos jogszabályokban rögzített határérték alatti értékeket fogadtattunk el. Van egy központi monitoring rendszer, amit mi fogunk működtetni, megfelelő külső szakmai partnerrel, és ezt mindenki számára elérhetővé tegyük. Nem tudom, mit lehetne még ez ügyben tenni. Beszéljünk akkor, véges az időnk, de beszéljünk akkor, bár már ugye azért említette polgármester úr, hogy milyen fejlesztések valósultak meg az elmúlt időszakban. Hát itt van például a Nagykörút bezárását, több évtizede vártunk azért erre. Mennyire a hozzáfűzött reményeket mennyire váltotta be? Hát én azt gondolom, hogy megfelelően. Én nagyon sok lakossági visszajelzést kaptam, többen azt mondták, hogy úgy érzik most már, Nyíregyháza nagyváros lett, mert végigmentek a Nagykörúton. Ugye ez is egy nagyon, több mint 8 milliárdos beruházás volt, 1982 óta vártak a nyíregyháziak erre, ugye 22-ben tudtuk elkezdeni a beruházást, és decemberben át is adtuk az elmúlt év végén. De hát ugye ez is egy komplex, mert kerékpárút is van, 5 pár autóbusz öböllel van, és hát ugye gyalogátkelőhelyek, közlekedési lámpák, tehát nagyon-nagyon komplex, összetett dolog volt ez a fejlesztési program is. És ehhez kapcsolódik, bocsánat, egy leendő intermodiális központ, ugye? Igen. Tehát ugye ez is valahogy egy ilyen komplexitása. Két lényeges dolgot gyorsan hagyd mondjak el ehhez. Tehát ez ismerik egy Nyíregyházának a közlekedési infrastruktúráját. Ugye ez egy olyan rendszer, ahol van egy sugara, sugárúta kvázi jönnek be különböző Tiszavasváritól, Nagykállótól, minden irányból, az Áhony felől, és kell egy körgyűrű. Na most ez a körgyűrű, tehát ez a rendszer akkor működik jól, ha van egy belső körgyűrű. Ugye ebből hiányzott majdnem 1,5 kilométer. Tehát nem tudta a funkcióját ellátni, mert nem láthatta el, nem tudott körbe menni. Ugye ez megvalósult, ez egy óriási dolog szerintem, a legfontosabb a nyíregyházi közlekedési életben. És emellé, ha be tudjuk zárni a külső körgyűrűt, akkor én azt gondolom, hogy alapvetően a stratégiai pontok rendben vannak, de van még ugye a tömegközlekedés, annak van egy Nyíregyházán egy busz, meg van egy vasúti ága, ezért fontos az intermodális csomópont, ami a vasútállomás mellett épül majd ki. Ennek a tervezése, kiviteli tervei készülnek. Ez azt jelenti majd, hogy ott ugye ez összhangban van a Nagykörút bezárással, tehát a kettőt mi teljesen egymásra tekintettel gondoltuk végig. Tehát lesz egy olyan földalatti parkolórendszer, ahol kimegyünk a vendégeinkért, gyerekeinkért, akkor oda be lehet állni és fel lehet menni a vágányra. Lesz egy buszállomás, lesz egy kerékpáros közlekedés, és hát én azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy, nem csak a városnak ezen a pontján, hanem az egész város, de mondhatod az egész agglomeráció életében is egy új szintet jelent majd. Még két fontos dolog, stadion. Egyrészt mikor veheti át Nyíregyháza lakossága, mikorra épül meg? Hát az építkezés már 90%-os szakaszban van, már a pályát is építik, tehát ez el fog készülni, viszont még eszközbeszerzés van folyamatban. Én nagyon akartam, hogy a kerítést is, hát ugye hogy néz ki az a kerítés, tehát az a városkép szempontjából sem mindegy, úgy néz ki, az is meg lesz. Ugye nekünk fontos tudni, hogy ez a stadion beruházási összeg több milliárd olyan beruházást tartalmaz, amit tulajdonképpen az önkormányzat kap. Tehát egy szabadidő sportcentrum épül rekordtán futópálya stadionon kívül, amit mindenki használhat. Most már folyik a három kispályás, ugye a kispályás foci bajnokság az nagyon-nagyon intenzív Nyíregyházán. A 6-ból 3-at most május végéig műfűvessé tudunk fejleszteni. És hát nagyon sok minden van, mert ugye ez a mi stadionunk nem csak egy foci stadion, az önmagában egy sportközpont. És még koncertek megtartására is. És természetesen úgy terveztük meg, tehát színpad is be van építve a két helyen is, a nézőtérben, amit lehet mobil módon
egy-egy nagy koncertre felépíteni. Polgármester úr, hamarosan önkormányzati választások, és akkor ez az utolsó kérdés, igen, hogy ilyen értékeli az elmúlt 5 évet, az 5 éves ciklus? Hát ez röviden nem tudom, hogy lehet. Eszembe jut az, hogy nagyon-nagyon intenzív, váratlan nehézségekkel teli. Ugye olyan dolgok történtek az elmúlt 4 évben, ami az életünkben nem történt, és nem is volt várható. Egy háború, egy Covid-járvány, és a legnagyobb eredmény az, hogy nem csak a működtetés stabil maradt, hát én visszagondolok, hogy 2010-ben milyen állapotok voltak, a működtetése volt biztosítva, hanem ennyi minden fejlesztés, beruházást tudtuk emellett párhuzamosan végigvinni. Tulajdonképpen, amivel belekezdtük, azt mindent be tudjuk fejezni, tehát itt nem volt felfüggesztve egy beruházás sem. Ugye most két nagy beruházás van a Nagykörút után, a jégkorszak az állatkertben és a stadion. Mind a kettő nyári kész lesz. Köszönjük szépen, hogy itt volt nálunk. Köszönöm szépen. Szakmai gyakorlaton járt Prágában a Nagykálói Budai Nagy Antal Technikum és Szakgimnázium 15 diákja. Az intézmény az Erasmus Plus programnak köszönhetően tudta megszervezni a külföldi tapasztalatszerzést. Az árórendezvényen Europass mobilitási igazolványt adtak át a fiataloknak, de az angol nyelvű tanúsítvánnyal a külföldön szerzett munkatapasztalatot is tudják majd igazolni. Budais diákok képes élménybeszámolója Prágából. A Nagykálói Középiskola tanulói tavaly novemberben 3 hetet töltöttek az Aranyvárosban. Az intézmény az Európai Unió Oktatás Támogató Ifjúsági Programja az Erasmus Plus keretében szervezte a fiatalok külföldi továbbképzését. Körülbelül 6 évvel ezelőtt egy igazgatói értekezleten elhangzott, hogy jó lenne, ha lépne az iskola ilyen irányban. Én először ezt nagyon nagy feladatnak tartottam, hiszen nem volt előtte erre példa. Abban volt az intézménynek és mondjuk az iskola vezetésnek nagy szerepe, hogy találtunk egy olyan angol szakos kolléganőt, akire ez a feladat ízig-vérig illik, és azóta is ízig-vérig csinálja minden percét, momentumát, megtervezi ennek az Erasmus programnak. És már most mondhatom 6 év távlatában, hogy nem bántuk meg a dolgot, hiszen jelen vagyok mindig, amikor elindulnak a gyerekek is, amikor jönnek haza is, és egy egészen más gyerekcsapatot, diákcsapatot kapunk vissza a 3 hét elteltével. Valóban nagyon jó a személyiségfejlődésük szempontjából, hogy ilyen feladat elé állítjuk őket, és valóban minden percét élvezik, maguk sem tudják, hogy itt minden percen tanulnak is. Prágába a pedagógia, a turisztika és az informatika ágazat tanulói közül választották ki azt a 15 diákot, akik megfelelő szakmai és angol nyelvi ismerettel is rendelkeztek. Minden mobilitás más és más, ugye a gyerekek összetételétől is függ. Nagyon szerencsés helyzetben vagyunk, mert egy nagyon jó kis összetartó csapat volt kint, nagyon ügyesek voltak és igyekeztek megállni a helyüket, és a munkahelyekről is csak pozitív visszajelzést kaptunk. Van, aki várja, vagy szembesül azokkal, vagy tudja, hogy mi fog rá várni, vagy milyen nehézségekkel fog szembesülni, de vannak olyan, akik igazából ott jönnek rá arra, hogy hú, én erre nem gondoltam, és hogy ezzel is szembesülnöm kell. Ilyen például, hogy magának mossa ki a ruháját. Tehát a nagy élmény volt, hogy a fiúk például kiteregették a ruhát, és küldték haza a fotót, hogy kimosták a ruháikat. Tehát sok-sok ilyen apróság. Persze voltak nehézségek is, amiről nem esett szó a beszámolóban, tehát előfordult, hogy valakinek eltűnt az összes irata, és gyakorlatilag egyedül sikerült elintézni a mindent, mert ugye a rendőrségre mentünk, a nagykövetségre, oda nem mehetett vele kísérő, és ez is először egy nehézség volt, de igazából utólag büszkeségnek éltem meg, hogy ő saját maga külföldön angolul el tudta intézni az ügyeit, és megoldotta a problémáit. És hát sok egyéb apróság, tehát akár a bevásárlást tekintjük, hogy magának veszi az ételeket, mert ugye vacsoránk az mindig közös volt, tehát azt kaptunk, de az étel, a reggelit és az ebédet azt maguknak oldották meg. Tehát például ez, ugye, aki nem kollégista, tehát először kerül ki az otthoni fészekből, neki kellett ezeket a hétköznapi dolgokat is megoldani. És hát természetesen a nyelvtudás, tehát használni az angolt, megmerni szólalni angolul, közlekedni, tehát azért egy 1,3 milliós nagyváros, és azért ott egyedül közlekedtek. Persze segítettünk, ahol tudtunk, de próbáltuk is elengedni a kezüket, hogy
hogy minél hamarabb megszokják, és rájönnek arra, hogy ügyesek is meg tudják oldani. 2 hét a minimum, amit kint lehet tölteni, illetve egész 90 napig fel lehetne tornázni ezt az időtartamot. Mi azért választjuk ezt a 3 hetet, mert nem túl ijesztő a hosszúsága, hogy 3 hetet elszakadnak otthonról. A 2 hét viszont az túl kevés, tehát mire beleszoknának, megszoknának mindent, akkora már jönni kell haza. És emiatt ezt a 3 hetet tartjuk ideálisnak igazából. Erre rájön még az utazási nap, ugye a ki- és a hazautazás napja. Az első nap az mindig egy ilyen tájékoztató, megnézzük, hogy hova megyünk dolgozni, megbeszéljük a szabályokat, feltérképezünk minden lehetőséget, hol lehet vásárolni, hogy lehet a mosást elintézni, egyebeket, és onnantól kezdve szépen belelendülünk a hétköznapokba, és amikor lehetőség van rá, és azért mi szoktunk gondoskodni arról, hogy minden nap legyen, vagy minden hétvégén lehetőség, akkor visszük őket szabadidős tevékenységre, és azt a helyet, ahol vagyunk, azt a nagyvárost próbáljuk minél jobban megismerni, minden lehetőséget kiaknázni. A fiatalok élményeikről is beszámoltak a program zárón. Az önbizalmam nem volt túl nagy, és az Erasmus után megbizonyosodtam arról, hogy külföldön is helytállnék, ugyanúgy, mint ahogyan itthon. Illetve, hogy szakmailag is van elegendő tudásom egy ilyen úthoz. Milyen munkát végeztél? Én a housekeeping részlegen dolgoztam, supervisor titulusban, ami azt akarja, hogy a szobákat ellenőriztük, miután kitakarították, és lejelentettük a recepciósoknak. Mi volt a legemlékezetesebb élményed? Talán az, amikor vizeket osztottam a hotelszobákba, és bekopogtam egy szobába, és ajtót nyitottak, és ahogy a hölgy megköszönte a vizet, én egyből tudtam, hogy biztos, hogy magyar lesz, mert hallani lehetett az akcentusából, és muszáj volt megkérdeznem, és a tippem az beigazolódott, és magyar volt, keszei volt a hölgy, és aztán a kollégám pedig mondta, hogy milyen jó volt hallani, hogy az anyanyelvemen beszélek valakivel. Talán ezt mondanám, de a közösen töltött programok is nagyon jók voltak. Jó volt tényleg kint tapasztalatot szerezni, mind a mellett, hogy még rengeteg más tapasztalat is van, ugye az iskolán belül szakmai gyakorlat, kijárunk volt, ez az 50 órás gyakorlat, ez a nem is gyakorlatnak nevezném, hanem ilyen önkéntes tevékenység az érettségihez, ezáltal ez még egy pluszt adott az egészhez, és számomra nagyon-nagyon jó élmény volt, és hatalmas barátságokkal gazdagodtam, ismerősökkel, illetve fejlődött a nyelvtudásom. Az Erasmus Plus program folytatódik a Nagykálói Budaiban. A jelentkezők közül kiválasztott diákok hamarosan Spanyolországba mehetnek 3 hetes szakmai útra. Igazából itt a Covid miatt is volt egy kimaradásunk, tehát ezért pályáztunk be egy nagyobb létszámmal most mobilitásra, szakmai gyakorlatra, és gyakorlatilag az ugye az első fele volt a Prága, a második pedig Barcelona, tehát már most elkezdődtek a szervezési munkálatok, megvásároltuk a repülőjegyeket, és jövő hónaptól elkezdjük kiválasztani a diákokat, akik ki fognak jönni velünk. A Máté Szalkai Szakképzési Centrum Nagykálói tagintézménye az egész térségben élen jár a diákok külföldi tanulmányi lehetőségeinek szervezésében. Sokszor találkozom azzal a kérdéssel, amikor megkérdezik tőlem, hogy mitől jó egy iskola. A mai napig ennyi évesen sem tudom megmondani, viszont azt meg tudom mondani, hogy mitől válhat azzá. Ugye a gyermek fejlődésében egy fontos szerep a személyiségfejlődés, és a személyiségfejlődésnek egy fontos eleme lehet egy adott intézmény esetében külföldi programokban, tapasztalatokban való szerzés, részvétel, ilyen az Erasmus Plus program. A budai intézményünk ezt teljes mértékben kihasználta, hiszen ahogy bizonyítja is, egy sikeres programon vannak túl, szerte ágazó ágazattal és szakmával, hiszen pedagógia, turisztika és informágazatos tanulók szerezhettek Prágában szakmai gyakorlatot. Én abban bízom, hogy az ott eltelt 3 hét alatt nem csak megismerték egy másik nemzet kultúráját, hagyományát, szokásait, hanem bepillantást nyerhettek a munkaerőpiac világába, és abban bízom, hogy ha majd van lehetőségük a későbbiek folyamán egy sikeres érettségi szakmai vizsga birtokában, akkor talán egy külföldi munkavállalást könnyebben tudnak maguknak elsajátítani, megszerezni, másképpen állnak majd a munkához. A centrum többi intézményében mennyire van jelen az Erasmus Plus? Az igazság, hogy a centrum intézményét tekintve a Nagykálói Budai intézményünk az úttörő,
kikövezték ezt az utat. Jelen pillanatban most arra törekszünk, hogy a centrum összes iskoláját egy Erasmus Plus program keretében pályázati lehetőségeket kihasználva bevigyük ebbe a rendszerbe. Tehát most azon dolgozunk, hogy Máté Szalka, Nagykálló másik intézményét, vagy Nyírbátori Betlen intézményünk is részes legyen ennek a csodálatos és sok-sok lehetőség biztosító programnak. A Prágában járt tanulók Europass mobilitási igazolványt is átvehettek. Az angol nyelvű tanúsítvánnyal tudják majd igazolni, hogy 3 hétig külföldön dolgoztak. A nagykálói Budai Nagy Antal Technikum és Szakgimnázium diákjai közül az elmúlt években összesen 79-en vettek részt külföldi szakmai tapasztalatszerzést nyújtó programban. Idén decemberre ez a szám a 100-at is meghaladja majd. Kedves nézőink, eddig tartott ma a 35 perc, legközelebb új műsorra. Szerdán várjuk Önöket, akkor már a közelgő önkormányzati és európai parlamenti választásokkal is foglalkozunk. Várjuk Önöket akkor is. Viszontlátásra!